A nyári átigazolási időszakban lilából zöldbe öltözött Emir Dilaver. A Bajnokok Ligája csoportkörét is megjárt védőnk júniusban az Ausztria Wien-től érkezett klubunkhoz, most pedig élete első derbijére készül a Ferencváros játékosaként. NB1-es labdarúgó csapatunk vasárnap 16 óra 30 perctől az Újpest vendége lesz. Jól érzem magam, hiszen a legutóbbi két mérkőzésünket megnyertük. Fontos sikerek voltak ezek. Másodikak vagyunk a tabellán, szeretnék megőrizni ezt az előkelő pozíciót, majd még előrébb lépni. Tudjuk, hogy milyen feladat vár ránk vasárnap, ezért a legjobbra törekszünk. Azt gondolom, hogy keményen, illetve keményebben kell majd játszanunk Újpesten, mint az előző fordulókban. Az utóbbi hetekben igazán jól és kombinatívan futballoztunk, de a testbeszédünkön, az agresszivitásunkon még lehet csiszolni. Ez pedig egy ilyen rangadón különösen fontos. Nem mindig a jobbik csapat nyer, hanem az, amelyik jobban akarja a győzelmet. Dilaver számára nem ismeretlen fogalom a derbi, hiszen a Rapid és az Ausztria versengését nem csak a színösszeállítás miatt hasonlítják sokan a Fradi és az Újpest csatájához. 23 éves védőnk az elmúlt években 6 alkalommal is pályára lépett az osztrák csúcsrangadón. Minden alkalommal remek hangulatú jó mérkőzéseket játszottunk a Rapiddal, telt ház előtt. Emlékszem, az Ausztriában éppen egy bécsi derbin voltam először kezdő a bajnokságban. Nagyon várom már a kezdést, és nem csak bízunk a győzelemben, hanem mindent meg is teszünk a sikerért. Pontosan tudom, hogy a Fradi és az Újpest drukkerei közt óriási a rivalizálás. 10 évvel ezelőtt egy itteni utánpótlás tornán erről személyesen is meggyőződhettem. Őrzök is otthon egy kis posztert arról a napról. A derbi egy óriási rangadó, két fanatikus szurkoló táborral. Éppen a drukkerek és a stadionban lévő hangulat miatt olyan különleges ez. Azt hiszem, nagyszerű meccs lesz. And I think it will be great.